Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy gondolt ránk, azért ez egy igen tetemes mennyiség. Bár mi nagyon sokan vagyunk, és hamar meg fogjuk enni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon elismerendő és nagyon tisztelendő példa, amit itt a szurkolók mutattak, hogy igazándiból eljöttek egy meccsre, és hoztak nekünk finom kajákat. Hálásan köszönjük! Hát azt gondolom, hogy elvesztettük, kész. Tehát körülnézne itt a kamera, és látna, hogy mi itt állunk lányok, és várjuk azt, hogy előkerüljenek a srácok. Mindenki egy-egy kenelnél van éppen, és valakit haza szeretne vinni. Nekem nagyon jó kapcsolatom van a kutyákkal, mindig is volt, és szerintem lesz is még a jövőben kiskutyám, szeretnék nagyon. Most is kinéztem egyet-kettőt, akit most azonnal nagyon szívesen hazavinnék, de ez még a jövő zenéje. Szóval Erdélyben a családomnak van egy Golden Retriever-e, mindig hazamegyek, akkor első, hogy őt megsimogatom, utána puszilom meg anyuméikat, úgyhogy igazából a kutyákkal való viszonyom az nagyon jó, imádom az egészet, innen is hazavinném felét, csak sajnos nem tehetem meg. Igen, macskákat nem szeretem, a kutyákat nagyon. Szerintem azért fontos, mert nálunk az egész csapat kutyabarát, állatbarát. Nálunk is van most éppen egy kis cica, többiek is, akikkel itt vagyunk, mindenki azt látom, hogy pozitív irányba van ezzel kapcsolatban. És hát nagyon sok a rászoruló kutya, itt is rengetegen vannak, és nagyon fontos, hogy segítsünk rajtuk. Szerintem azért fontos, mert nekünk megvan a népszerűségünk erre, hogy példát mutassunk a többi embernek és a kicsiknek. Azt gondolom, hogy minden ilyen jótékonysági program nagyon jó fényt vet a klubra. Ez is egy nagyon, nagyon szép kezdeményezés volt a klub részéről. Nagyon szép, hogy ennyi adomány gyűlt össze. Szerintem a kutyáknak nagyon jó fog esni. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy ezek a gyűjtések lefolynak, nagyon sokan állnak a klub mellett, meg nagyon sokan támogatnak minket, de úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy mindenki kivegye az ilyenekből a részét, eljöjjön mondjuk megsimogatni egy pár kutyát, az is jól esik nekik, vagy elvigyel őket sétálni. Úgyhogy ezek mind nagyon, nagyon szép gesztusok. Nagyon fontos, hatalmas szeretettel várunk mindenkit, szombaton 9-től 14 óráig itt leszünk. Örökbefogadó napunk lesz, ugye tőlünk folyamatosan lehet örökbefogadni kutyát, de valamiért ezek az örökbefogadó napok mégis mindig különlegesek, sokkal többen látogatnak el hozzánk, sokkal több kutyánk talál gazdára, és hát nagyon reméljük, hogy ez a szombat is egy igazi jó pörgős lesz, és nagyon sokan fognak lakásba költözni.